A napokban ért haza Amerikából Nemes Nagy Tünde, a Vakok és Gyengénlátók megyei szervezetének elnöke. Egy ösztöndíj programnak köszönhetően tölthetett 3 hetet az Egyesült Államokban. És itt is van velünk a stúdióban, kezdjük sokan. Jó estét! Hol sikerült elnyerni ezt a pályázatot, ösztöndíj programot? Az amerikai nagykövetség által kiírt ösztöndíj programban vettem részt, melyet az amerikai külügyminisztérium támogatott, ez az International Visitor Living program, melyben egy csoport részeseként vettem részt. Ha jól tudom, egyébként nem először hirdetik meg ezt az ösztöndíj programot az Egyesült Államokban. 1946-ban az amerikai külügyminisztérium elhatározta, hogy elkülönít erre pénzügyi keretet, hogy amerikai államokon kívüli országokból látogató csoportokban, vagy pedig egyének felkeressék az Egyesült Államokat, és abban a témában, amiben otthon ők otthon vannak, dolgoznak, megvizsgálják, hogy az amerikaiak hogyan végzik a feladataikat. Mi egyébként a céljuk? Hogyha valaki meglátogatja őket, akkor gyakorlatilag a tarisznyáját megtöltvén jöjjön haza, és hozza haza a tapasztalatokat? Igen. Tehát ez egy tanulmányi ösztöndíj. Én Amerikában az amerikai fogyatékos ügyet vizsgáltam. Az akadálymentesítés, a felsőoktatás, a sport, a látássérültek technológiai hozzáférése, érdekképviselete és művelődése területén. Hát nézzük akkor a tapasztalatokat, mi az, ami a legjobban megfogta, vagy amit akár érdekességként is szívesen elmondanám, megemlítene nekünk. Amerikában a fogyatékos ügynek kultúrája van. Tehát ott az a fontos, hogy én, az egyén. Az 1970-es években megalkották az ADA-t, tehát az amerikai fogyatékosügyi törvényt, ami egy elég tág jogszabály, hiszen náluk nem csak a klasszikus fogyatékosságok vannak jelen, mint a látássérültek, az értelmi sérültek, az autisták, a mozgássérültek, hallássérültek, hanem érdekes felfedezés volt, amikor azt mondták, náluk a migrénesek is fogyatékosoknak vannak nyilvánítva. Ezért azt mondják, hogy minden negyedik amerikai állampolgár fogyatékos, fogyatékossággal élő. Tehát sok, ez de nagyon sok. Eléggé döbbenetes szám. És milyen tapasztalatok voltak még, ha jól tudom, hogyha ön nem talál olyan könyvet, amit el tud olvasni, akkor elérhetővé teszik önnek. Igen, ők a hozzáférési technológiát helyezik előtérbe, tehát ha mondjuk én egy egyetemre járok, ami itt most Nyíregyházán éppen aktuális, a Nyíregyházi Egyetem hallgatója vagyok, és kapok sok-sok szakirodalmat, hogy ebből és ebből készüljek föl, viszont ez nem elérhető elektronikus formában, akkor felveszik a kapcsolatot a kiadóval, és a kiadók azt mondják, hogy erre szüksége van egy látássérült embernek, ezért a látássérült ember rendelkezésére bocsátják, nagyon rövid határidőn belül. Vagy pedig egy múzeumban, hogyha egy látássérült ember bemegy, akkor önállóan is tud igénybe venni múzeumpedagógiai foglalkozást, ami azt jelenti, hogy egy művészettörténész elnarrál neki érdekes festményeket. A mindennapokban hogyan érvényesülnek ezek az előnyök ott az Egyesült Államokban? Az Egyesült Államokban nagyon fontos az, hogy önálló életet éljünk, az independent living, tehát az önálló élet az nagyon fontos. Az a fogyatékos személy, aki tulajdonképpen csak vegetális életképtelen, ő kap egyfajta 800 dolláros olyan fogyatékossági támogatás félét, de nem állhat munkába. Viszont az egészségügyi rendszerből, a Medicaid rendszerből lehívhat magának személyi segítőt, vagy amire éppen szüksége van. Abban a pillanatban, amikor munkát vállal egy fogyatékos személy, akkor megszűnik ez a 800 dolláros támogatás, és a munkabérét viszont úgy alakítja ki a foglalkoztató, hogy a Medicaid rendszert megtarthassa, tehát ha neki szüksége van személyi segítségre, vagy szállítószolgálat igénybevételére, tehát A-ból B-ből eljutni, vagy bármilyen támogató technológiai eszközre, tehát ez alatt értjük a képernyőolvasó programokat, a számítógépes eszközöket, az okos telefonokat, amik beszélnek, akkor ezekhez is az egészségügyi rendszerből hozzáférhető legyen neki.
Bár azért ezek alapján el tudjuk képzelni, de mégis mi az a, az akár az az elméleti tapasztalat, amit haza tud hozni, és mondjuk egy-egy ilyen kérdés felvetésekor le tud tenni az asztalra. Talán az, hogy az érdekvédelemre sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetnem. Azt tanultam, hogy az érdekvédő, tehát az érdekképviseleti személy, az egy önálló foglalkozás Amerikában. Sokkal bátrabban kell odaállnom akár egy döntéshozóhoz, vagy akár egy kiadóhoz, vagy egy foglalkoztatóhoz, hogy igenis, meg kell őt győznöm arról, hogy egy látássérült ember is alkalmas arra, hogy munkát vállaljon, hogy felsőoktatásba vagy középiskolába tanuljon, hogy az akadálymentesítés, vagy ahogy Amerikában mondják már, jönnek majd új fogalmak, inclusive design, hogy ez neki is megadatik, tehát hogy ő is ugyanolyan részese a társadalomnak, és hogy ezt nem feltétlenül úgy kell kivitelezni, hogy tehát ezt úgy kell nekünk itt kommunikálni, nagyon fontos a kommunikáció, a megfelelő kommunikáció és a folyamatos kommunikáció, hogy hitelesen közvetítsük azt, hogy látássérült vagyok, és alkalmas vagyok, és én mondjam el. Ha jól tudom, akkor történt némi változás az Egyesület életében. Például történt egy költözés is, már nem első alkalommal. A költözésünk az jelenleg folyamatban van, hiszen a nyíregyházi törvényszékre beadtuk a székhely módosító kérelmünket, ami még nem történt meg. Ezért az Egyesületünk részleges ügyfélszolgálatot biztosít a látássérült emberek felé, hiszen az internet szolgáltatónk hol itt működteti a rendszert, hol ott, tehát ez sem egyértelmű, de az a lényeg, hogy a telefonszámaink élnek, azon lehet érdeklődni, hogy hol, mikor vagyunk elérhetőek, és 2019-ben 15 éves lesz az Egyesület, január 1-ével kívánjuk megnyitni az új ügyfélszolgálati irodánkat, a Búza tér 20 szám alatt található Strabag irodaházban. További sok sikert és jó egészséget kívánom mindenhez. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk.